Franciaországban továbbra sincs gyanúsítottjuk a rejtélyes lócsónkításoknak. A rendőrség ugyanis kénytelen volt elengedni azt az 50 éves férfit, akit egy pár héttel ezelőtti esettel összefüggésben vett őrizetbe fantomkép alapján, de állítólag megdönthetetlen alibije van. Az országos ügyé kegyetlenkedésnek eddig több mint 30 ló eset áldozatul, és a rendőrség egyelőre nem jött rá, hogy mi vezérli az elkövetőt vagy elkövetőket. Az utolsó ilyen támadás vasárnap volt Dijon közelében. A szakértők szerint elképzelhető, hogy sátánista rituálé vagy trófeavadászat folyik, de akár internetes kihívás is lehet a dolog mögött. A francia belügyminiszter azt mondta, hogy sokkolta őket ez a förtelmes akciósorozat, amelynek felderítésére összesen 153 nyomozás folyik országszerte. Ezek közül 30 kifejezetten súlyos bántalmazás, amely miatt a elpusztult vagy maradandó sérülést szenvedett. A francia megyék több mint fele érintett az ügyben. Egyelőre azt sem tudni, hogy magányos elkövetőről van szó, vagy terjed az ötlet, esetleg egy csoport csap le a lovakra időről időre. Minden esetre azt kérik a hatóságok a lótartóktól, hogy legyenek óvatosak legeltetéskor, és jelentsenek minden szokatlan körülményt.